Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 4 aranyat szereztek a nyíregyházi atléták a fedett pályás bajnokságon. A listavezető Fradinál vendégeskedik a 3. kisvárdai futballcsapat. 5 góllal verték a Vasast, így 7 győzelemnél tartanak a várdai kézisek. 8 csapat lépett pályára a kispályások nyíregyházi szuperdöntőjében. 4 aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták a fedett pályás országos bajnokságon. A súlylökő Tóth Balázs, a gyalogló Helebrant Máté, a hármasugró Nyisztor Petra és a magasugró Bakosi Péter állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Nagyon örülök neki, szerintem az egyik legszebb bajnoki címeim közé tartozik. Az ellenfelem az nagyon jó verseny, nagyon stabilan ugrott, viszont nekem az elején azért voltak problémáim és voltak rontott kísérletek, és a végére sikerült összeállnia az ugrásaimnak. Nem lehet mondani, hogy teljesen tökéletes lett volna ez a 2 hónap ebből az esztendőből, hiszen küzdöttél betegséggel, apró sérüléssel. Igen, pont szerencsétlenül jött ki az, hogy 2 héttel ezelőtt, amikor 2-20-at ugrottam Budapesten az MTK pályán, másnapra sikerült egy ilyen vírusos fertőzést összeszedni, aminek köszönhetően ugye 2 napig az ágyat fogtam, 3 kiló le is esett rólam, és emiatt ugye előző héten, ahol még jó lett volna versenyezni, nem tudtam elindulni, és készültünk a bajnokságra, hogy akkor remélhetőleg oda össze tudom magam szedni. 2-18, 2-20, 2-22, utána 2-25-re rakattad, sok hiányzott hozzá? Igazából volt rá esélyem, csak úgy éreztem, hát igazából nem én éreztem, úgyhogy az edzők látták, hogy egy kicsit fejben szétestem, ami való igaz, hogy kicsit jobban koncentráltam volna, jobban odafigyelhettem volna. Igen, benne lehetett volna 25, nem bánkodok, készülök a szabadtérre. Hogy néz ki a folytatás, lesz-e még verseny a fedett pályán? Itt befejeztük a fedett pályát, kapok egy kis pihenőt, utána elmegyünk edzőtáborozni áprilisban, és akkor majd nyáron folytatjuk tovább a versenyzést. Szabadtéren mik a célok? Szabadtéren a céljaim, ugye, mivel lesz világbajnokság is, és EB is, és a világbajnokság az Amerikában lesz, az EB az ugye itt lesz Németországban, Münchenben, viszont a kettő között nagyon szűk lesz a határidő, emiatt azt beszéltük, hogy az EB-re fogok készülni, a világbajnokságot aztán beszülhatban, nem az EB-n szeretnék jól szerepelni és ott lenni. Hogy érezted magad a pályán? Nagyon jól éreztem magam, főleg azért, mert végre hazai pályán tudtam versenyezni. Erre legutoljára 6 évvel ezelőtt került sor. Kifejezetten szeretem ezt a rövid távot, az az 5 km nekünk ez igazi sprint táv, és így a téli felkészülés közepén ez kifejezetten jót tesz nekünk. Ugye már 3-4 hónapja megy a téli alapozás, egy kicsit monoton, és ez a kis rövid 20 perces verseny, ez kicsit megtöri ezt a monotonitást. És igen, egy kicsit a többiek egy kicsit lemaradtak, a keményebb versenyre számítottam, arra viszont nem, hogy én jó időt fogok menni. Én ugye 4 hetes portugáli edzőtáboron vagyok túl, ami nagyon jól sikerült, ezért magabiztosan érkeztem erre a versenyre, de ilyen jó időre még én sem számítottam. Az első másodperc az utolsóig úgy ment minden, hogy eltervezte, hogy kellett esetleg közben valamit változtatni? Nem kellett szerencsére változtatni semmin. Már a melegítésnél éreztem, hogy nagyon jól mennek a lábaim, hogy nagyon jó formában vagyok, és a versenyen is ez mutatkozott meg. Az elejétől a végéig úgy tudtam menni, ahogy elterveztem, hullámvölgyek nem voltak, és még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy itt a hazai közönség előtt tudtam bajnoki címet nyerni. Folytatás? Most következik egy 2 hetes portugáli edzőtábor, aztán majd március 26-án lesz Békés Csabán 20 km-es országos bajnokság, aztán majd április közepén egy szlovákiai verseny, már az új 35 km-es távon. Az első szó a gratulációi, hiszen szabadtéren már volt bajnok cím, mert most már megvan az első fedett pályás bajnoki cím. Milyen felkészülés után, milyen formában vártad ezt a napot? Nagyon jó formában vagyok, voltam, most is abban voltam. Nagyon jól éreztem az egész felkészülési időszakot, egészen ezt a 3 hetes időszakot, amíg az egyik versenytől a másikig, ugye erre a versenyre készültünk, számítottunk egy nagyobb eredményre. Az előző versenyeken is volt már hasonló, sajnálatos módon azok érvénytelenek voltak, most sikerült mégiscsak bennmaradni egy ilyen nagyobb dobásba. Nem volt túl népes a mezőny, úgyhogy pörgött a verseny. Ez neked jó vagy inkább rossz? Jó ez a 8 ember, ha kevesebb lenne, az már egy kicsit
zavaróbb lenne, mert ugye sokkal gyorsabban mennének le a számok. Ez így teljesen tűrhető volt, jó volt. Az utolsó előtti sorozatban dobtad a 17.95-öt, akkor állt össze a mozgás teljesen, vagy akkor kaptad a legjobban az ütemet? Volt ugye a második lökésemre, volt egy 17.60-as lökésem, utána egy kicsit úgy éreztem, hogy szükségem van egy kis levegőre, egy kis pihenőre. Így az ötödik, negyedik, úgy éreztem, hogy a negyedik, ötödik dobás lesz az, ahol ki tud csúcsosodni egy kicsit az eredmény. A negyedik nem sikerült, így az ötödikre jobban fel tudtam magam szívni. Örülök neki, hogy legalább így az ötödikre sikerült. Úgy terveztem, hogy a hatodikra megpróbálok még többet beleadni. Sajnos az most nem sikerült, a legendás hatodik, de örülök így is az eredménynek. Bosszant ez az 5 centi, vagy pedig jó így minden, ahogy van? Engem nem zavar. Örülök neki, hogy már így is eljutottam 18 méter közelébe fedett pályán is. Igyekszem szabadtéren megdönteni az egyéni csúcsomat is majd. Hogy néz ki a folytatás? Valószínűleg majd az Európa Kupa lesz március környékén. Utána majd nyáron lesznek a felnőtt szabadtéri bajnokságok. Rangadót játszik szombaton a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 23. fordulójában a tabella harmadik helyén álló Várda a listavezető Ferencváros otthonában lép pályára. A legutóbbi fordulóban sorozatban harmadik döntetlenit játszott a csapat, ezúttal gól nélküli. Mennyire volt most ez a pohár üres vagy tele? Ezt inkább tele érzem ezt a poharat most, hiszen Zalaegerszeg otthonában egy pontot szerezni, azt nem tartom rossz eredménynek. Értelemszerűen nem akarunk semmivel se takarózni, de hát azért ez nem egy szomszédvári rangadó előtt egy 7 órás utazás, úgyhogy ezt én inkább jó eredménynek tartom. Ami nekem jobban fájó, az a Debrecen elleni döntetlen volt, hiszen ott rengeteg lehetőségünk volt, és azt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk. A másik két mérkőzés, tehát az Újpest és a Zalaegerszeg ellen inkább azt mondanám, hogy félig tele van ez a pohár. Csak a futballról szólt ez a mérkőzés, mert ugye nem lehet függetleníteni magunkat az Ukrajnában zajló eseményektől, és volt az NB1-ben, vagy voltak olyan csapatok, ahol a ukrajnai játékosok, legyenek kárpátai magyarok vagy ukránok, nem léptek pályára, nálatok játszottak ezek a srácok. Sajnos igen, nem lehet függetleníteni ezt a dolgot, hiszen tudjuk, hogy mi történik a szomszédos országban, és tényleg le a kalappal a mi játékosaink előtt, hiszen így is vállalták a mérkőzést, és mellette még én úgy érzem, hogy jó teljesítményt is nyújtottak, úgyhogy beszéltünk erről a mérkőzés előtt értelemszerűen a csapattal is, hatalmas tapsot kaptak a srácok, és én még egyszer mondom, hogy teljesen megérdemelten, és újra csak ismételni tudom magam, hogy megemelni előttük a kalapot, hiszen tényleg a csapat rendelkezésére álltak, és hangsúlyozom, hogy mellette még jó teljesítményt is nyújtottak. Mielőtt a hétvégi meccsről beszélünk egy picit arról, hogy az első három csapat ugye ellépett egy picit a mezőnytől, viszont már nem az első olyan forduló volt a legutóbbi, hogy nagyobb előnyre egyik sem tudott szert tenni. Milyennek az oka, talán egy pici nyomás van ilyenkor már azon a csapaton, amelyik építhetne egy picit nagyobb előnyt? Nem gondolnám, hiszen annyira sűrű a mezőny, tehát tényleg lehet látni, hogy ha levesszük az első három csapatot, mindenki az életéért küzd. Még akár a 29 pontos is, ugye 24 pontos a jelenlegi kieső. Akinek 29 pontja van és 5. helyen vagy 6. helyen tanyázik, mint azt hiszem talán a Fehérvár ebben az esetben, sokkal közelebb van a kiesőhöz, mint az elsőkhöz. Tehát én azt látom, hogy egyszerűen minden csapat élet-halálharcot vív minden egyes pontért, és ezért annyira kiélezettek a mérkőzések, és azt is láthatjuk például a szombati három eredményben, hogy mind a három mérkőzésen döntetlen született. Tehát sokkal óvatosabban játszanak, én úgy érzem a csapatok, hogy tényleg mindenkinek minden egyes pontra hatalmas szüksége van. A hétvégén a forduló rangadója következik, a harmadik Kisvárda utazik a listavezető Ferencvároshoz, és ez egy olyan mérkőzés, ahol a nyer a Kisvárda a táblázat élére ugorhat. Milyen messze számítasz? Ebben a bajnokságban már tudott nyerni a Kisvárda az Üllői úton. Természetesen nagyon nehéz mérkőzésre számítok, attól függetlenül, hogy a Ferencvárosra talán el lehet mondani, hogy most nem az életem formájában játszik, de azt talán nyugodtan kijelenthetjük, hogy a bajnokság legjobb csapatáról beszélünk. Talán mi egy kicsit játszhatunk úgy, hogy könnyedebben, igazából nem gondolnám, hogy nekünk van ezen a mérkőzésen kimondottan veszíteni valónk, inkább a Ferencvárosnak, de egyszer már sikerült őket megtréfálnunk, miért ne sikerülhetne még egyszer. Azt is többször említettem, hogy minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk, még akkor is, hogyha a Ferencváros otthonában látogatunk, tehát ez most sem lesz másképp.
megszerezte 7. bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NBA 16. fordulójában a Vasas verte 33-28-ra. Gólváltásokkal indult a találkozó, az első néhány támadást mindkét oldalon eredményesen fejezték be a csapatok. 7 hét után 3 góllal ellépett a házigazda, de a Vasas fel tudott zárkózni, így a szünetre 16-16-os állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kezdett ellépni ellenfelétől a kisvárda, 10 perccel a meccs vége előtt már 5 gólos volt a hazai előny. A fáradó Vasasnak nem volt ereje arra, hogy faragjon hátrányából, így végül 33-28-as várdai sikerrel ért véget a mérkőzés. Egy picit álmosnak és langyosnak éreztem ma a társaságot. Folyamatosan azt éreztem, illetve azt is kértem tőlük, hogy lépjük már át egy kicsit a tempóját a mérkőzésnek, illetve próbáljunk meg gyorsítani. Az első féldőben is és a második féldőben is azt gondolom, hogy abszolút rossz távokat választottunk a Szilovics Fannival szemben a védekezésben. És olyan gólokat lőtt, amiket a mi szemszögünkből nem szabadott volna meglőnie. És ez egy picit elbizonyította a védekezésünket, illetve a kaput se értettem, de nyilván ezt majd átbeszéljük. Aztán a második fél időben, amikor volt pár védésünk, és egy kicsit talán a védelem is dinamikusabb, stabilabb lett, akkor tudtunk ritmust váltani, és tudtunk leronás gólokat lőni, viszonylag könnyebb gólokat szerezni, illetve ebből ezt az előnyt megtartani. Volt egy 10 perces szakasz a második félidőben, amikor ott sikerült a magunk javára fordítani a mérkőzésnél, és a 4 gólos előnyünknél, amikor időkérés jött, és azt kértem, hogy vagy 4 vagy 5 gólt, mindegy, azt kértem, hogy nem állhatunk meg, most kell megfogni a mérkőzést és kézben tartani. Ezt hál' Istennek megoldották a lányok. Az elmúlt 2 hétben játszottunk 2 nagyon éles mérkőzést, a Debrecen ellen, illetve a Siófok ellen. Az látszik, hogy sokat kivett belőlünk, elsősorban mentálisan ott irgalmatlan energiákat mozgósítottak a lányok. Ma nem tudtunk olyan szinten pörögni és olyan tempót menni a játékban, mint azok a mérkőzéseken, de a lényeg, hogy megvan a 2 pont, most van egy viszonylag hosszabb szünetünk a következő olyan etapig, ami számunkra nagyon fontos a bajnokság szemszögéből, úgyhogy arra kell majd megint felfrissülnünk mentálisan is és fizikálisan is, és abban a szakaszban majd a válogatott hét után egy kiemelkedően jó teljesítmény nyújtani. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen, mivel talált pozitívumokat csapata játékában. A mérkőzés előtt azt kértem a lányoktól, hogy felszabadultan próbáljanak kézilabdázni, felszabadultan játszunk, megpróbáltuk levenni a saját vállunkról a terhet. Úgy gondoltuk, hogy nem nekünk van vesztenivalónk ezen a mérkőzésen, illetve hát lépésről lépésre szerettünk volna fejlődni, és ahogyan az előzetesen mondtuk, hogy hibákat javítani, vagy nem annyi hibát elkövetni, mint korábban, nem olyan típusú hibákat elkövetni, mint korábban igazából. Én azt gondolom, hogy ebben tudtunk előre lépni, és meg is feleltünk ennek az elvárásnak. Én büszke vagyok a csapatra, mert nagyon szépen, nagyon egységesen, nagyon jól dolgoztak, jól is kezdtük a mérkőzést. Az első fél időben végig tényleg érvényesült ez a felszabadult játék. Második fél időre egy picit elfáradtunk, elfogytunk, és ott azért ilyen kritikus szituációban volt 3-4 eladott labdánk, amit nagyon megbosszultak, és nagyon gyorsan gólra váltottak a hazaiak, tehát ott azért egy 4-5 lerohanás gólt kaptunk zsinórban, amivel ott őszintén így utólag azt gondolom, hogy eldőlt a 2 pontnak a sorsa. De még egyszer mondom, hogy tényleg előre tudtunk lépni csapatjátékban, csapatszinten mindenképpen, és ez nagyon-nagyon jó útnak látszik a jövőre nézve. Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez. A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Érd 30-18, Budaörs Debrecen 32-38, Győr Albafehérvár 37-21, Moson-Magyaróvár MTK Budapest 32-27, Szombathely Siófok 24-31 és Váci Dunaújváros 37-31. A tabella élén a Győr áll 32 ponttal megelőzve a 2 meccsel kevesebbet játszó 26 pontos Ferencvárost. A 15 ponttal 7. Kisvárda a jövő héten 2 meccset is játszik Győrben. Szerdán a Magyar Kupában, majd másnap a bajnokságban lép pályára a listavezető ellen Bakó Botond együttese. A Hetben középút csapata nyerte a nyíregyházi téli teremfoci bajnokság szuperdöntőjét, az Rényi Tiszavasvári úti csarnokában 8 csapat mért összetudását.
November 8-án indultunk, 4 hónapon keresztül zajlott a bajnokság, és pillanatok alatt megtelt a létszám, 40 csapat vett rajta részt, 4-10-es csoportba, és a csoportokon belül körmérkőzések voltak, és a csoportok első 2 helyezettje jutott ide a szuper döntőbe, amit végül is a Headband Középút Kft. Csapata nyert a Royal Beers csapat ellen. Óriási küzdelmek voltak egész idő alatt a bajnokságban, nagyon élvezték a csapatok a játékot, hiszen ki voltak éhezve, hogy a Covid is egy kicsit hátráltatta a szereplésüket, hogy nem lehetett hol játszani, itt viszont biztosítva volt minden lehetőség, az így nyilván a gimnázium bencscsarnokában csodálatos körülmények között tudunk játszani, és mindent megkaptunk, amit csak kértünk. Amatőr sportemberekről van szó, de lehet azt mondani, hogy már-már profihoz közelítő szinten űzik ezt a sportágat? Hát igen, tulajdonképpen profi módon is játszanak. Vannak olyan csapatok, amik igazán profi módon készülnek erre a bajnokságra. Nem csak itt, hanem a Salakon is. Sok neves játékos, most már egyre több olyan játékos játszik a bajnokságon. Már nem csak a mi volt NB1-es csapatunkból, hanem most már Debrecenből is. Ugye Igor Bogdanovics, Kerekes Zsombor, Ronald Habi itt játszik a Royal Beersnek, vagy a Fáraó Bútornak a csapatába, és ezért óriási közönség vonzó. Most is látszott, hogy gyakorlatilag jó 3 méter ház volt ezen a terem döntőn. És családi program tulajdonképpen a Salakon is ez a kispályás bajnokság, hiszen kijönnek a feleségek, a gyerekek. Most a stadionban egy kicsit beszűkül a lehetőség, hiszen a beruházás zajlik. Én bízom benne, hogy 1,5 év múlva újból azt a fényét fogja tudni mutatni a kispályás bajnokság, mint ami eddig volt. Mikor indul a szabadtéri szezon? Én tervezem, hogy március végén el tudjuk indítani, de teljes mértékben időjárás függő, amíg éjszaka fagy, és ugye feladja a fagy a nedvességet, ezért nem tudunk pályát, nem tudnak pályát készíteni. És szeretném egyébként megköszönni a Nyír VV minden munkatársának azt, hogy a nehéz helyzetben is ugye a beruházás ide alatt is fantasztikus lehetőségeket biztosítottak nekünk, de én bízom benne, hogy március végén el fogjuk tudni kezdeni a bajnokságot, és június közepén szeretném befejezni, mert azt követően pedig a jubileum következik, hiszen 10. alkalommal szeretnénk megrendezni a strandfoci bajnokságunkat, ugye, és erre nagyon készülnek a csapatok is, én is. A győztes csapat kapitányaként több díjat átvettél a mai napon, hogyan jutottatok el egyáltalán a mai szuperdöntőig? Nem volt egyszerű, nem volt nehéz, veretlenül jutottunk el, hál' Istennek a B csoportot sikerült megnyernünk. A szuperkupára úgy indultunk el, hogy minél jobb eredményt érjünk el, álmunkban nem gondoltuk volna, hogy ez sikerül megnyernünk, de hál' Istennek a döntőbe Brondics Peti góljával behúztuk. És nem mi voltunk az esélyesebbek. Kik alkotják a csapatot? Baráti társaság, vagy munkai kollektíva, vagy hogy álltatok össze? Igazából ez egy baráti társaság. Évek óta együtt vagyunk, ilyen 15, 16, 7, 8 évre vissza lehet tekinteni, meg munkahelyi kollektíva. Tehát nehéz ide bekerülni, de nem is kell, mert meg vagyunk teljes létszám. Szoktatok készülni, edzeni, vagy pedig csak a meccsek jelentik az edzéseket? Csak a meccsek jelentik. A fiúk, akik nagy pályán futballoznak, van egy ilyen kisebb magja a csapatnak, akik együtt fociznak nagy pályán, nyilván az megadja a gerincét, a többiek mi csak szeretünk játszani. Hogyan álltok szabadtéren? Hál' Istennek ott is veretlenek vagyunk első helyen. Ez a mai torna egy amatőr rendezvény, igaz, nagyon sok játékos mozgató amatőr rendezvény, zárókodja volt, de a hangulatot látva lehetett volna akár egy élsport rendezvény is. Mennyire fontosak az ilyen tornák? Rendkívül fontos, hiszen a labdarúgás a legnépszerűbb sportág a világban, és itt Nyíregyházán is. Hogyha a leigazolt sportolók számát nézzük, akkor több, mint a fele labdarúgó. Ez azt is jelenti, hogy a szabadidő sportban is ugyanígy van, és a kispályás és teremlabdarúgók számát, hogyha nézzük, akkor több mint 3500 sportolónk van itt Nyíregyházán, akik a szabadidősportban jeleskednek.
és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ők adják azt a sport szeretetet, amely átmegy a kisebbekhez, és ezáltal sokkal, de sokkal egészségesebbek is leszünk, hiszen a legfontosabb célunk az, hogy mindenki sportoljon, legyen mindenki sportoló, nem kell, hogy versenysportoló legyen, hogyha tehetséges és tényleg szeretni, akkor lehetőséget kínálva arra, hogy tényleg versenyző is legyen, de az amatőröknek is nagyon fontos az, hogy bajnokságuk legyen, és lehetett látni a csapat létszámokon is, hogy mennyien indultak el. Ugye Nyíregyházáról csak 40 csapat indult el ezen a bajnokságon, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy rendkívül népszerű, olyan közösségteremtő ereje van a sportnak és a futballnak, amely tényleg példaértékű itt Nyíregyházán is. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.